Itt ne hagyd a kabátodat! Gyerekek! Lám, nézzenek csak oda, ma újra optikushoz kell mennem. Szia, drágám! Olyan régen beszéltünk. A sógornőm. Igen, megtaláltam a megoldást. Tudod, kicsit aggódni kezdtem, amikor feltűnt, hogy mindent rendszereznem kell, csak azért, hogy lássam a dolgokat. Tudod, egy olyan nő, mint én, aki egy 10 fős csapatot vezet, mindig hozzák a jelentéseiket. És alig tudják visszatartani a nevetésüket. Tudod, hogy az optikus szerint mi ennek az oka? Presbiópia. Igen. Igen, jól van. Hívd majd fel, ha ráérsz. Jól van. Szia! Mua. Nagyon éles, mintha sas szemem lenne. Sosem hittem volna, hogy létezik ilyen multifokális lencse. Azt hittem, kénytelen leszek újra szemüveget hordani. Köszönöm a javaslatát, Carl. Megint a sógornőm az. Carl az Air Optics Plus Hydraglide multifokál lencsét ajánlotta. Carl a szemészem, Mark apukája. Tudod, a gyerekek barátjáé. Mark, azt mondtad, Mark? Egyáltalán nem zavaró, olyan technológiával készül, amely egész nap nedvesen tartja a szemet, egészen a hónap végéig. És most már a csapat sem kuncog rajtam, és nem kell azzal bajlódnom, hogy közelebb vagy távolabb tartsam a dolgokat, ha el akarok olvasni valamit. A kontaktlencsém mindenről gondoskodik. Vagyis azért kellettek ezek a mozdulatok, mert presbiópiád van? Azt hittem azért mozgatod, mert azt javasolta a fitness edződ, ahogy azt tanácsolni szokták a vénasszonyoknak. Úgy teszek, mintha ezt meg sem hallottam volna. Tudod mit? A kontaktlencsével bármilyen távolságból jól látok, még vezetés közben is. Egyszerűen imádom. Ideje indulni. Azt hiszem, neked is indulnod kellene. En, gyerünk már, elkésel az órádról. En, kész van a reggeli. Nem hallod? En, a füleden ülsz, el fogsz késni. Jól van, jövök már. Anyák...